Sziasztok, ez itt a Trade on a Market, és ez a legújabb Quick Charts részünk. Elhoztam nektek egy hírt, ami arról szól, ahogy Hongkong belépett a kriptó általuk van egy új stablecoin a láthatárom. A hongkongi székhelyű First Digital letétkezelő és vagyonkezelő vállalat egy új stabilcoin bevezetésén dolgozik, amely az amerikai dollárhoz lesz kötve, de Ázsiában lesz szabályozva. A First Digital USD FDUSD névre keresztelt tokent, amelyet a BNB Smart chain adnak ki, egy az egyben egy amerikai dollárral, vagy azzal legyen értékű valós értékű eszközzel kívánják fedezni, a tartalékokat ázsiai intézményeknél elkülönített számlákon tartják majd. Ez egyébként jó dolog, hiszen a jelenlegi működő és fennálló stabil -ok legnagyobb része az egyébként hasonló mechanikával működik, tehát ez mindenképpen egy jó hír, és ugye tartozik mellé kapcsolódik a hongkongi piacra lépés, ugye, amivel ma feszegetik sokan, mi is feszegetjük, hogy hamarosan Kína is jön, stb. Erről például amúgy a mai podcastben is beszélünk, hiszen ma péntek van, pontosabban 3.49, ezt a videót viszont szóval valószínű csak szombaton fogjátok látni, éjfélkor fogom kitenni hogy ne legyen ilyen összecsúszás a podcast-e, de hogyha esetleg nem néztétek meg a podcast mindenképpen nézzétek meg a legjobb dolgokról, és a legfontosabb dolgokról beszélünk róla, amik érintik a piacokat, kriptópiacot, stb. Na és akkor nézzük meg a DX-fájt. A dx a legnagyobb hatással az utóbbi két napban a kiérkező makroadatok voltak, amik ö, tegnapi előtti videóban beszéltünk, hogy akkor ilyen employment change, unemployment claim, stb. És ma jött earnings, non-farm employment change és unemployment rate, és nem egyöntetű volt, nem egyöntetűek voltak egyébként ezek az adatok, Többnyire amúgy úgy pozitívak voltak, volt negatívabb is, tehát azért hatalmas durranás egyik irányba se volt. Ma egy kicsit pozitívrabbra sikerültek, ez látszik is a dx on de hatalmas erőlelépés még nem tudott megcsinálni. Tegnap ugye egy egészségesnek kinéző korrekciót kezdett el, és beszéltünk arról, hogy a beérebb a zónába, annyira nincs nagy probléma, milyen fogni, fogják, stb. Nem egy csettintése fog leszakadni, hiszen ugye csak akkor beszéltünk a dx DXY igazán negatív szenáriá eh, forgatókönyvéről, bocsánat, amikor eh, amennyiben eh, elveszti ezeket a mélegemákat, és a zóna zónát le tudja törni, hiszen az azt jelenti, hogy akkor a 50-es exponenciális mozgó hátlagot is letöri, és akkor várhattuk volna vissza ebbe a korábbi zónába, akár ebbe a korábbi konszolidációs szintre. De egyelőre ez nem történt meg, a mélege már tartanak, ha majd azok elkezdenek lefele konvergálni, azokat megtörjük, akkor lehet nagy kérdés. Egyelőre a DX az egy teljesen pozitív képet mutat nekünk, ami Hát kérdéses lesz majd a kriptópiacra nézve, viszont ha már itt vagyunk, ugorjunk is át a kriptópiacra, és a volumennel kezdeném, hiszen. Ezzel, hogy itt ö, jött Hongkong, stb., kaptunk egy kicsit nagyobb átlagvolument, azért ne szálljunk el, de kaptunk egy kicsit nagyobb átlagvolument, és azzal, hogy csütörtök, illetve péntek, ugye egymást követő két napon jöttek ö, izgalmas makroadatok, amik azért a DX-vájra gyorsan visszugrok, DX-vájra azért elég aktívan hatnak, láthatjuk, hogy itt ebbe a utóbbi hetes környezetbe azért a két legnagyobb gyertyát kapjuk, Ezáltal ez azt jelenti valahol, hogy a két legerősebben úgymond kereskedett nap, tehát ez mindenképpen jó, hiszen egyértelműen tudjuk, hogy a kripto szektor, a kripto elemek dollár ellenében vannak kereskedve, ez adtak ugye plusz energiát a piacba, plusz kereskedési erőt, ami azt jelenti, hogy az átlagot folyamatosan feljebb tudtuk húzni, most ezeket a nagyon kiugró, nagyon lehugró, úgymond, tehát ezek a nagyon szélső értékeket mutató elemeket azt, ha nem nézzük, akkor megkapjuk ezt a nagy átlagot, ami azért látjuk, hogy szépen lassan emelkedik, persze most már közeledik a hétvége, stb. most szépen visszafog ereszkedni. Ezzel nincs semmi baj, persze az a kérdéses, hogy meddig tud majd visszerekedni, hogy vajon ciklus, ciklust követve visszajön ide a korábbi ponthoz, vagy csak, vagy csak, ezt a korábbi lót veszi fel, stb. Amúgy ez is teljesen érdekes adat, illetve hogy hogy kezdjük a hétfőt, de ezt majd akkor meglátjuk. Egyébként mi ezt a indikátort ugye át is dolgoztuk egy kicsit, ami a hongkongi piac, Hongkong piacra lépésével kapcsolatos. Ne és akkor jönk át a totára. A totáról egyébként tegnap ugye írtam a free gyakorlatokba, ahol, amit, hogyha esetleg nem láttatok, nézzetek meg, vagy egyébként ez a videó beszélni fog róla, de Utána most uh, Tamás kitett egy nagyon érdekes olajjal kapcsolatos elemzést, általában csak kriptó tartalmat láthattuk, viszont ez egy nagyon alapos uh, olaj elemzése, stb. stb. konfliktus ennek, tehát ezt mindenképpen csekkoljátok le, hiszen ez szerintem nagyon uh, jó írásra sikeredett, és hát teljesen ingyen van, tehát sokat nem veszítettek, vele, plusz egy kicsi uh, látást kaptok a piacon, uh, hogyha esetleg csak kriptóra vagytok fókuszálva. És akkor nézzük meg a kriptót, hiszen hát a kripto az már nem annyira pozitív éppen, mint a DXY. E, igen, a mai nap egy igen pozitív napot élünk meg, ahhoz képest, hogy a DXY is tudott emelkedni. A mai gyertya tényleg jól néz ki, a többi már annyira nem. Beszéltünk arról, hogy a felső trendvonal ugye nem tört meg, ezzel egy lower height kialakítva, ezzel a lefele építkezését egyértelműen megmutatva, így közép, közepes idősíkon, és már csak nem csak közepes idősíkon építkezünk lefele, hanem hogyha pontosan megnézzük, akkor itt a második lower high az előzőhez képest, és bár még a felső trendvonalat nem tudta letesztelni, nem valószínű, hogy nem is biztos, hogy eljut addig, egyelőre az 50-es exponenciális mozgó átlag által generált igen erős ellenállás tartja felülről, és hát problémásnak néz egyébként ki a kép. Egyelőre az első ellenállást megtalálta, hiszen azt láthatjuk, hogy miután az 50-es exponenciális mozgó átlagot elbuktuk, nem volt sok ellenállás. Az első ez a konszolidáció zónája. Ezt ugye nem volt nehéz annyira meghatározni, tehát a leszúrások legnagyobb mértéke az valahol itt volt most szépen tartja egyelőre ez a két gyertya magát, viszont azt figyelembe kell vennünk, hogy a nagy head and shoulders-t, azt csak most teszteltük vissza úgy igazán, tehát hogyha léptékekben nézzük, igen, itt volt egy visszateszt, itt bekarikázom nektek, ami egyébként nekünk pozíciókat jelentett egészen a 200-es emáig, ami látszik, hogy megtörtént, tehát ez megérintette, de hogyha léptékeket nézzünk, hogy milyen öm, hosszú hónapokon hónapon keresztül épült ez a, ez a Head akkor valahogy a kép az úgy néz ki rendesen, hogy, hogy, ez a két hetes visszateszt ez úgy hozzáillik, tehát az ezért ez elég fenyegető, az 50-es az elkezdett egyértelműen süllyedni, ami további nyomást generál a, az ára, emellett a mérlegemák se tudtak nagyjából pozitív, mármint a mérlegemák se tudtak, ugye elkezdtek konvergálni egy-kettő átkrosszolt egymáson, de pozitív volt, nem annyira tudták felvenni, és most se tudják felvenni, tehát ez is egyre nagyobb nyomás a, az áron tehát azért vannak kétségek a afelől, hogy meg tudja ez a szint tartani a totált egyelőre nem úgy néz ki az a helyzet, hogy ez igazán nagy falat lenne neki az 50-es és a felső trendvonal megtörése, tehát bár itt ez a pozitív forgatókönyv, de azt le is írtuk nektek, meg is mondtuk nektek, ez a pozitív forgatókönyv akkor lenne ö, gondolkozós, hogyha az 50-es ma megtörne a, ennek az alsó trendvonal és a felső trendvonal, tehát azért az elég nagy kérés ahhoz képest, hogy hatalmas erő nincsen benne, Természetesen az is egy valid forgatókönyv, hogy most itt az 50-es EMA elkezdi egy kicsit lefeletolni tolni az árat, meg a mérleg is, és akkor visszatérünk a korábbi konszolidációra. Arra kell figyelni, hogy az öt, a 200-es EMA-t, hogyha leteszteljük, akkor az hogyan fog elsülni, miképpen, hiszen láthatjuk, hogy eddig háromszor sikerült, mind a háromszor nagyon erős ellenállást képzett, hiszen hogyha a 200-es EMA-t elbukjuk, akkor egy, -egy komolyabb low tudunk generálni, és addigra egy nagyon negatív ciklust tudunk zárni, ami ugye a ezt követő ciklusokat azért, hát nem annyira pozitív, ne, nem lesz annyira pozitív a Total Market Cap, egyébként most annyira az, de természetesen ez a lefele építkezés ez még annyira nem vészes, hiszen bár így lépték be, hogyha megnézzük az egész csártot. Ez a felfelé építkezés nem hatalmas, de felfelé építkezünk. Most az, hogy egyik napra a másikra belépünk egy ilyen szágúdozó bútrendbe, az nem várható. Persze szeretnénk, hogyha egyáltalán Kína a piacra lépne, hiszen akkor extra volumen lenne. De sajnos ilyen volumen szintekkel megbeszéltük már, hogy nem lehet középtávra se gondolkodni. Majd hogyha ebből a zöld zónába visszaérünk, akkor gondolkodhatunk középtávra, és akkor majd fel tud venni a struktúrákat az elem, az elemek pontosabban a kriptópiacon, amikor már úgy előre láthatóbbak, biztonságosabb mozgást tudnak nekünk generálni, biztonságosabb, hosszú távú kereskedésekkel. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, dobjátok egy lájkot, like csekkoljátok le a weboldalt, a mai podcastet, rengeteg info van a Discordot, főleg a free gyakorlatokat, hiszen, mint mondtam, ott van a olajos téma, és minden egyebet. Köszönöm, megnéztétek, jövő héten találkozunk, pacsit!